előadom, Kis Zoltán Mikai, a Legyen B-terved önellátó közösség alapítója és a B-terv új, független, önellátó közösségi oldal megálmodója. Gyermekkora óta járja a spirituális utat, és dolgozik az önismeret területén. Évtizedek óta dolgozik közösségépítésen, járva a vidéket és előadásokat tart önellátó és spirituális fesztiválokon. Előadása az önellátás és a jövőbéli működő társadalmi struktúrák létrehozásának fontosságáról fog szólni. Hallgassátok őt szeretettel! Üdvözlök mindenkit! Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást. És hát én soha életemben nem készültem semmilyen előadásra, szóval általában szeretek spontán beszélni dolgokról, és most kaptam meg itt az inspirációt, itt az utolsó kérdés feltételével, hogy mit tegyünk. Az én mondani valóm nagyjából a megoldásról szólna, és egy olyan irányba szeretném elvinni ugye ezt a beszélgetést. Természetesen majd legyenek kérdések, jó? Tehát én elkezdek beszélni valamiről, mondok egy pár szót magamról, hogyha esetleg valaki nem tudná azt, hogy milyen irányban dolgozom. Itt van egy fúvalány. Hogy milyen irányban dolgozom, és akkor utána, hogyha amilyen irányba szeretnétek elmenni, akkor abba az irányba mehetünk. Akkor egy pár szó magamról. Én gyerekkorom óta, 16 éves korom óta mondjuk úgy, hogy spirituális útra léptem, jó pár évet éltem Indiában, jártam a világot mindenfelé, és nagyjából az önismereti úton voltam. De 2013 és 14 körül elkezdtem látni azt, hogy milyen irányba megy a világ. És tudtam, hogy ez a dolog nem fenntartható. És akkor ugye a spirituális élet, és természetesen ugye a természettel való harmóniába való életvitel az úgy benne volt az életemben, tehát én is Budapesten éltem, ott csináltam a dolgaimat, és aztán ahogy jöttek a gyermekeim, akkor ugye egyre jobban láttam azt, hogy hát ez a Budapesten, hogyha itt jön egy összeomlás, akkor a nagyváros az nem élhető. És akkor jött ez az első gondolat, hogy nekem kell egy B-terv. És ugye az volt, hogy akkor leköltöztem Somogyra, vettem egy kis földet, egy kis vályogházzal, és akkor először, mint egy nyaraló funkcionált, elkezdtem szépen felújítani, utána olyan 2016 körül már azt vettem észre, hogy állandóan ott élek, imádok ott lenni, van egy kertem, kút, napelem, építettem egy ilyen hobbit házat, egy ilyen ökoházat, soha életemben nem csináltam ilyet, nekiálltam, vérem benne volt, soha nem fognék bele újra, de egy nagyon sikeres dolog volt, és csináltam valipinit, semmihez nem értettem, ami a kert, ami a föld, de imádtam csinálni. És akkor láttam azt, hogy oké, én szinte ilyen megrögzöttként, már ilyen 2008-2019 körül megcsináltam a B-terves önellátó csoportomat a Facebookon, és akkor elkezdtem ugye a saját közösségemnek, ugye azoknak a spirituális közösségeknek a feltölteni a dolgaimat, hogy ugye a városi spiri ember hogyan megy ki vidékre, és akkor megy el az önellátás irányába. És ugye a nagy áttörés az az volt, én nem is terveztem sok emberre, de a nagy áttörés az az volt, amikor ugye 2020. március 16-án volt a lezárás. Emlékszem arra, mert akkor még Budapesten tartottam az utolsó előadásomat. És akkor nekem eleve az volt a tervem, akkor nekem kész volt ökoház, valépini, magaságyások, gyönyörű termésem volt minden évben, saját kút, a 3 pluszos, 300 literes fagyasztóm az napelemről ment, tehát mindenki volt találva, gabona eltárolva, saját malom. És ugye amikor betört ez a dolog, hogy akkor van a lezárás, akkor ilyen mindenki pánikba volt, ugye verekedtek az emberek a Tesco-ba, meg minden. Én úgy körbenéztem, otthon kell-e valami? Semmi. És ugye akkor ugye egy pár ezeren voltak ugye csoportomban, na akkor indult az a dolog, hogy elkezdtek napjával 1000 ember belépni. Hát így realizálták azt a dolgot, hogy az az információm benn van, hogy hogyan élj meg a földből, és hogyan élj egyszerűen, hogyan gondolkoz. Ugye mindig egy spirituális tartalom is mögötte volt ennek, tehát hogy használható legyen a dolog.
És akkor ugye az emberek elkezdtek belépni, aztán ebből lett egyszer 40 ezer ember, utána lett 70 ezer, utána 100, most olyan nem tudom, egy idején nem számolom, 125 ezer ember van a csoportban, és próbálunk nagyon sok olyan információt megosztani az emberekkel, ami hasznos, tehát praktikális dolgok. Természetesen itt nagyon sok olyan, én legalábbis én olyan anyagokat is töltök fel, ami egy kicsit az önismereti oldaláról közelíti meg a témát, mert én úgy gondolom, hogy ha a fejünkben nincsen változás, akkor hiába váltunk módszert, nem fog működni. És akkor indult ez az egész B-terves projekt. Utána én, mivel hogy elkezdtem feltölteni, ugye jött az a média kontroll, mondjuk úgy, a Facebook, ahogy az igazságot elkezdett feltölteni, akkor azonnal jöttek a figyelmeztetések, hogy hát ez nem tetszik, nem tetszik, és én nem akartam egy olyat, hogy a 100 000-es csoport az egy nap eltűnjön, minden információval, kontakttal, ott már szerveződtek a közösségek, és akkor gondolkoztam már tavaly januárban, hogy kellene létrehozni egy olyan médiafelületet, ami egy független szerveren van, nem tudja letörölni senki, a Google maximum nyit oldalát látja, stb. És akkor ugye ezt tavaly szeptemberben akkor ezt létre is hoztuk, és azóta van egy ilyen független közösségi oldalunk, ami teljesen egy olyan platform, ahol nincs az a jellegű globális cenzúra, ami ellen a Facebook ellen nem tudunk védekezni, és akkor elindult a közösségépítés, mindenhol járok én is előadásokat tartani arról, hogy hogyan, milyen struktúrába kéne szerveződni, ugye nekem is ez a veszőparipám, ugye itt a kérdésben az volt, hogy hogyan tudunk, mi a megoldás, hogyan tudunk mi összeszerveződni. És ugye hát alapvetően már nincsen új a nap alatt, mert minden el van már mondva, hogyha mi visszamegyünk a gyökereinkhez, és ez lehet a keleti, vagy lehet az ős magyar. Mindenhol ott voltak azok a bölcsek, azok a látók, tudók, tátosok, akik minden tudást nekünk már odaadtak, nekünk ezekhez csak vissza kéne menni, és itt van benne az a társadalmi struktúra is, ami létfontosságú. G.C. Gábortól kezdve nagyon sokan beszéltek már ugye a tízezres rendszerről. És igazából itt a megoldás. Tehát most is megyek, itt körbe mentem egy pár helyen, belehallgattam egy-két előadásba, meg hát ugye ebben forgok én is, tehát így hallgatom a YouTube-on a mindenféle előadók, akik a problémával foglalkoznak, nem egyszer hívtak már föl képviselőház, múlt héten a parlamentben voltam egy ilyen, azt látom, hogy a téma ott van, de nem a megoldásokról beszélnek. Tehát, hogy nem a kupolás házba fogják sajnos eldönteni a sorsunkat, hanem mindig arra jutok, hogy itt alulról kell szerveződni. És ha követjük azt a szerveződési rendszert, ami már régen működött. Ki az, aki nem tudja, mi a tízezres rendszer? Ki az, aki tudja? Ó, ennyi, hát egy ilyen helyen ülik. Na, nagyon egyszerű, nem kell elmagyarázni, hogyha itt alulról épül egy olyan szerveződés, ami összefog egy olyan ernyőszervezetet létrehozni, ami mindenkit magában foglal. És ugye mostanában meg nem egyszer beszélgettünk már itt az Alfréddel és a Tamasi doktorral is, hogy hogyan tudunk így szerveződni, és a különböző szerveződések is hogyan fogjanak össze. Mert most itt vagyunk a Skita Egyesületben, de ez is egy tömeget foglal magába. Aztán van egy másik réteg, aki meg mondjuk más azonosulással éli azért. Hogyan tudunk egy olyan platformon összeszerveződni, amiben mindenki benne van, akinek minden, tehát mindenkinek van helye. Akkor itt több százezer emberről beszélünk. És hogyha így szerveződünk, akkor létre tudunk hozni egy olyan társadalmi struktúrát, ami magában foglal egy gazdasági szerveződést is, egy piacgazdaságot, egy független piacgazdaságot, ami önellátó kis közösségekre épül. Kosárközösségek. És ez a megoldás. Tehát amikor ilyenekről beszélünk, mint itt az előző előadás végén hallottam, hogy mi van a földdel, a vízzel, stb. Ezek olyan részletkérdések, hogy erről beszélhetünk, csak ez a részletkérdés. Mi a fő dolog? Az, hogy hogyan szerveződünk. És hogy hogyan tudunk egy olyan gazdasági szerveződést is összerakni, ami a régiónkénti, hogy mondjam, csereberén alapszik. Hát mert ugye a létszükséglet az, ami mozgat mindenkit. Tehát amikor néztem, hogy ugye
csoportom, amikor elkezdett megnőni, a legnagyobb téma az nem az volt, hogy most az önellátás, meg ki akar harmóniába élni a természettel, nem az volt, hogy mit teszünk holnap. És ez egy olyan dolog, ami mindenkit összeköt. És egy ilyen helyzetben egyébként a szükség fogja hozni majd a változást, csak ennyit mondok erről. Szükség fogja hozni, mert addig, ameddig van Tesco, meg van Lidl, meg mit tudom én addig, és tényleg csak a legfanatikusabbja nyúl a kapához. De amikor ez az idő eljön, akkor automatikusan rá leszünk szorítva arra, hogy itt összeszerveződjünk. Csak az a baj, hogyha mi nem készülünk fel, annál fájóbb lesz a változás, annál jobban fog fájni mindenkinek. Tehát itt igazából nagyon egyszerű megoldások vannak, hogy mindenki, most már az a több, most tudom azt mondani, hogy több százezer ember. Ugye amikor én 2019-ben a YouTube csatornámon vannak előadások 2019-18-ból, amikor tényleg erről a helyzetről beszéltem, ami most van. Emberek üveges szemekkel néztek. Ember, te miről beszélsz? Te paranoiás vagy. Nem, hidd el, mondom, ez nem fenntartható, mert nem. És akkor egy nap eljön az a pont, amikor borul a kártyavár. Nagyon egyszerűen tud borulni a kártyavár. Csak nincs benzin. Mi történik, ha nincs benzin? Semmi nincs. Nincs Lidl, nincs Tesco, semmi anarchia van. És akkor ugye az a probléma elindult, tehát akkor itt a nagyvárosokban elindulnak az emberek kifele vidékre. Nem akarom ecsetelni. Sokszor megkapom, hogy miért vagyok ilyen negatív. Én nem negatív vagyok, én realista vagyok, látom a világot úgy, ahogyan van. És erre kell felkészülni. Tehát ez az egész B-terves koncepció, ez egy nagy paradigmaváltáson alapszik. És itt a megoldásokat kell odaadni az embereknek, és én úgy gondolom, hogy a megoldás, tehát mindennek a tengelye az a fejbe van. Mert hogyha a gondolatunkat nem változtatjuk meg, akkor ezzel a kizsákmányoló mentalitással kimegyünk vidékre, ugyanazt a pusztítást fogjuk csinálni. A régi ős magyar társadalomban, az indiai védikus társadalomban, mindenhol az volt, hogy a tudók, a látók, a bölcsek voltak a társadalom feje. Nem ők voltak a közvetlen politikában, ők voltak a háttérben. És azok a szakrális királyok, vagy azok a képesített vezetők, azok ez alapján, a látásmód alapján vezették a társadalmat. És akkor az tudott működni, mert az harmóniában volt az univerzális renddel. Na most ugye ezt a rendszert valahogy föl kellene építeni úgy, hogy a legképesítettebb kerüljön legfelülre. És a tizedes rendszer az abszolút alkalmas erre a dologra. Hogyan szerveződjünk tizedes rendszerbe? Ez is, ennek a gondolata is megvolt nekem. Hogy hol megy most a szerveződés? Minden ilyen, akár ez a dolog is. Valaki. Hol megy? Legjobban, legintenzívebben. Hogy? A neten hol? Közösségi média. Közösségi médiával lehet amerikai választást nyerni, ugyanahogy meg is történt. Igaz? Megtörtént. Egy amerikai elnököt ki lehet rakni a Facebookról. Szóval nekem is ez volt a tengely, a fő gondolat, hogy oké, megvan minden a rendszer, hogy hogyan lehet fölépíteni, önellátás, stb. De ez kell egy platform. És ugye, ahogy elkezdett épülni, látom, milyen sikeresen épül a Facebookon, de hát ott van egy csoportom, ahol hát ott limitált a lehetőség. És oké, kell egy olyan dolog, mint ugyanez, csak egy független portálod. És akkor jött ennek a gondolata, hogy oké, akkor kell csinálni egy olyan rendszert, ahonnan nem tudják leszedni a jegyzetedet, nem tudják eltüntetni a videódat. Hát és képzeld el, milyen tudásanyag van föltéve évek alatt. YouTube, Facebook az egy csöcsönnőt, bocsánat, hogy így fogalmazok. Ezt elkasszálják, vége van. Az összes tudásanyag, valakinek minden videója rajta van, amilyen értékes videót ad valamilyen szerveren? Vagy valamilyen file hordozóba, ami nem net. Ugye? Nincs. Nagyon fontos dolog. Olyan értékes tudás, én csak nézem a saját csoportom, hogy olyan értékes tudásanyag van felhalmozva, hogy ezt vétek. És ugye, hogyha természetesen a változás, ez miből jön? Sajnos a spirituális elvek, tudás az vonza a legkevesebb embert. Az a legkevesebb érdeklődés. Utána különböző ideológiák, filozófiák, még akkor az már kicsit több, de hogyha nézzük azt, hogy a létfenntartás alapvető elvei, azok minden ember számára fontosak, és azért tudnak egy egységet képezni, mert amikor szükség van, nincs mit enni, akkor igazából az embernek teljesen mindegy, hogy C
cigány, zsidó, ilyen, olyan a szomszédja, keresztény, ilyen más vallás, bármi, hogyha neked van cukkini, nekem meg van répa, akkor azt el tudjuk cserélni, és az ember elfelejti ezt az összes bullshit-et. Hanem akkor úgy univerzálisan gondolkozunk, hogy alapvetően mindenki egy isteni forrásból jön, és akkor eltesszük ezt a dolgot. Szóval a piacrendszer szervezése, a kosárközösségek nagyon fontos. Pont az Ercsei Attilánál voltunk fönn egy két hete, és ott pont erről szólt a dolog, hogy ezeket a dolgokat össze kéne szervezni már lassan, hogy ezeket a mindenféle autonóm közösségeket, szerveződéseket, Béter, Szkita Egyesület, mindenki jöjjön, szerveződjünk egy olyan rendszerbe, amiben tudunk mozdulni előre, és hatékonyabb tudunk lenni, és ennek az alapja az az, hogy az ember megtermelje a sajátját. Mert ezen most mindent a gazdasági elit mozgat a gazdaságon keresztül, amiben mi bele vagyunk kényszerítve, és rá vagyunk szokatva. Ugye? Hogyan? Mindenki arról beszél, hogyan döntsük meg a rendszert? Sehogy. Ezt a rendszert nem tudod megdönteni, mert nem tudod, milyen erővel állsz szembe. De miért ilyen erős? Hát azért, mert te minden nap adod hozzá a tejet. Elmész, bevásárolsz, amiből beveszed a vizet, a benzin, stb. Teszed a bankba a pénzed. Egy rendszer ellen nem kell harcolni, pláne az utcán. Tudom, ezt nagyon sokan utálják, mert nagyon sokan szeretnek ki, mert hú, majd elvegyünk és akkor tüntetünk. Nem. Közgazdaságtan. Ha egy rendszert el akarsz lehetetleníteni, kiszállsz belőle. Egy felmérés van, a 25%-a a rendszerből való kiszállásnak az nagyon megrendíti már a rendszert. 30%-nál szinte biztos a bukás, 35%-nál garantált a bukás. Ami azt jelenti, most beszéljünk konkrétumokról, van egy Tesco áruház, hol vagyunk most? Ó, pusztaszeren nincs, de mondjuk van egy Tesco, egy kisebb városban, ahol csak egy Tesco van. Mi van itt? Kis telefon. Kiskun Félegyházán van egy Tesco. Oda jár X mennyiségű ember vásárolni. Bemegy a Lidl, elveszi a Tesco vásárolóinak a 35%-át, 3 hónapon belül ez a Tesco onnan eltűnik. Mindennel így működik. Most nagyon dolgot fogok mondani, amit azért nagyon sok támadást fogok kapni, mert az emberek után vedd ki a bankból a pénzed, és nem lesznek bankárok. Ennyi. Oktatási rendszert meg akarod változtatni? Van egy tizedes rendszerben összeszervezett 500 000 embered, és ott szervezetten azt mondjuk, hogy holnap nem viszed a gyerekedet iskolába. A tanárok meg nem mennek el tanítani. Miről lesz szó a kupolas házban másnap? Ugye? Ennyi? Olyan egészségügy? Nem fizeted be a TB-t? Csinálunk saját egészségügyi rendszert. Itt vannak a gyógyítóink, itt vannak azok az emberek, akik egy természetes módon, ősi tudás által semmit nem kell kitalálni, minden megvan. Csinálni kell. Minden megvan. Semmit nem kell kitalálni. Ugye ez vicces volt, mert a parlamentben hívtak föl 2 hete. Eddig akárhányszor arra felé voltam, mindig úgy jöttem el, hogy miért jöttem, miért nem jöttem, a pénz feljönni azon kidobott pénz volt. Most volt egy olyan dolog, hogy elkezdtünk olyan dolgokról tudtam beszélni, hogy tizedes rendszer, önellátás, és akkor hallgattak, hogy tényleg. És akkor mondtam, hogy nem ebből a házba fog eldőlni, ha jövünk. És amikor először láttam ilyet, hogy igen, akkor az úgy elgondolkoztam, hogy ez egy biztató dolog, nem gondolom azt, hogy bármi ott el fog dőlni, de hogy emberek, akik mondjuk az országot irányítják, és nem hallottak még egy tizedes rendszerről, ott nagyon komoly probléma van. Mi a megoldás? Hallgattam egy beszélgetést, nem olyan régen ugye volt ez a Puzsér meg Gulyás Mártonnak a beszélgetése, 3 órán keresztül beszéltek a semmiről, nem akarom megbántani őket, ez az én nézőpontom volt. Digikommunizmus vagy kapitalizmus? Vitatkoztak azon, hogy melyik működik. Hát egyik se. Akkor mi lesz? Mi a megoldás? Itt van megoldás, egyszerűen az a probléma, hogy nem akarjuk fölemelni a fenekünket és csinálni valamit. Mikor beszélgettünk erről az önellátó oldalnak a lehetőségéről, nagyon komoly ismert személyiségekkel volt egy chat csoportunk, ahol beszéltünk arról, hogy hát ez nagyon fontos és meg kell csinálni, árajánlatokat kértünk, minden, nagyon nagy pénzeket mondtak emberek, 15 millió forint, stb. De amint ez megvan, jövünk, nyomjuk és csináljuk.
Mert ugye hát ez létfontosságú. Ez az első lépés. Kell egy olyan platform, ahol tudunk kapcsolódni, és nem tudnak bennünket lekapcsolni. Ez az első. Minden többi utána jön, hogy most akkor a 10-es rendszert, akkor hogy a kosárközösségeket, hogy a piacrendszert, hogyan építjük föl, hogy kivel tudunk csereberélni. Minden utána jön. És ugye amikor megcsináltuk vértizzadva az oldalt, jöttem csak eltűnt mindenki. Ez volt, hogy oké, okay, de most arról beszéltünk, jöttök hozzátok, ti is a közösséget, stb. És időről időre, pont itt a Király Rolanddal beszélgettünk, még itt az előadás előtt, hogy ő is így időről időre néha elveszíti a lelkesedését, hogy hát itt tudunk itt valamit csinálni, mert beszélünk, de nem csinálunk semmit. És én is ebbe vagyok, mondtam neki, hogy én is ebbe vagyok, hogy időről időre úgy föllelkesedem, elmegyek egy-két ilyen fesztiválra, meg én is szoktam fesztiválokat rendezni, de hogy van itt értelme, most is itt beszélünk, és utána ugyanott folytatódik. Szóval azt kell megérteni, hogy megvannak a formulák. Össze kell állni és csinálni kell. Mert tök jó, hogy ilyen ez a töprengések mindenhol, meg nagyon jók ezek a kezdeményezések, de már nincs ennyi idő az ébrezgetésre. Az ébrezgetés az a 2020-21-22 volt. 2023 az már a tetteknek a mezeje, és ahogyan én látom itt a dolgokat, beszéltünk arról is, hogy hogyan látom esetleg a hogy hogyan fog történni, nagyon sokan jönnek azzal, hogy hogyan fog történni, mit gondolok én arról, hogyan fog történni, erről is beszélhetünk. De itt már cselekedni kell. Tehát itt már nincsen annyi idő. Minél jobban várunk, annál nehezebb lesz, annál jobban fog változni, amikor a szükség beteszi a változást. És én úgy gondolom, hogy itt már most ősszel nagyon komoly dolgok lesznek. Tehát ha valaki ismeri a pénzügyi hátterét a dolgoknak, nem amit a híradókban hall az ember, meg az interneten, hanem esetleg olyan forrásokból, akik jobban rálátnak erre, akkor tudhatjuk azt, hogy itt ősszel, én foglalkozom asztrológiával is, és nézem azt az oldalát is, hogy azok a dolgok, ami mondjuk lehet látni a politika vagy gazdaság területén, akkor mikor tudnak beteljesedni, és akkor a bolygók nagyjából milyen determinációkat ad, mivel a kollektív tudat elég determinált, tehát itt az ember, szokták mondani Indiában, hogy egy ostobának meg lehet mondani a jövőjét, a valódi tudónak, látónak nem annyira, mert ő szabad a determinációk alól, de mivel a kollektív emberiség, akár sajnos most még Magyarországot is mondhatjuk, eléggé determinált, ezért lehet látni azt, hogy mikor lesznek meg a jelentősebb publik így a történésekben. És most egy jelentősebb kupli lesz itt ilyen október 11-től január 11-ig, tehát itt lehet számítani arra, hogy egyre nehezebb lesz majd a dolgok, tehát itt akár lehet az, hogy előjönnek azzal, hogy digi pénz, EU-ba csatlakozzunk be, és hogyha ezekből nem hátrálunk ki, akkor itt ugye a forint is a dollárhoz van kötve, tehát szerintem erről fölmentek az interneten, azért van egy-két jó előadás azért, utána lehet hallgatni, hogy miért gondolom ezt, hogy ez egy valós dolog. Ez automatikusan fogja azt hozni, hogy lesz konfliktus. Tehát akár utcai konfliktus. És amint ezek megremeg a gazdaság, akkor megint elindul ugyanaz a dolog, mint ami volt 2020-ban, hogy van-e liszt, vagy nincs-e liszt. Van-e cukor, nincs-e cukor. Van gáz, nincs gáz. Ugye, ha nincs gáz, akkor gáz van. Tehát sajnos ez van, és szorít az idő. Egyre jobban szorít az idő, ha nem cselekszünk, akkor jobban fog fájni. Tehát amikor 2020-ban ugye megtörtént a lezárás, én abban a percben voltam kész arra, hogyha egy évig nem teszem ki a lábomat a házamból, nagyon jól vagyok, köszönöm szépen. Nekem nem volt stressz ez az egész dolog, mert számítottam rá, hogy ez lesz. Csak az a baj, hogy ez, amikor az egész társadalomban történik egy ilyen dolog, akkor lehet, hogy valakinek van, valakinek nincs, lesz abból konfliktus. És minél többen vagyunk, minél több önellátó közösséget sikerül összekovácsolni, akik egymással csereberélnek. Nagyon jó ára, minőségi, kézműves dolgot fogsz adni, kapni. Ez a jövő. Lehet itt annyi mindenbe gondolkozni, hú, majd ilyen digivilág, meg olyan digivilág, én nem gondolom ezt. Én úgy gondolom, hogy 2032-re úgy fogunk jönni, mint az ükapáink. Lesz egy jó kis lovaskocsit, kaszálunk, biót eszel, tiszta lesz a patak, tiszta lesz a levegő, az emberiségnek a népessége
jelentősen meg fog csapanni, mert a természet mindig rendezi magát. Ez már egy másik téma, hogy miért gondolom azt, hogy ilyen ciklikusan történik a világnak a történelmi ismétli magát, hogy van most, hogyan vagyunk egy 10 000 éves nagyon csodálatos időszak előtt, de itt van egy nagy tisztulás, amin az emberiségnek keresztül kell menni, és van egy újrakezdés, ez a 100 000-ről szól. Van-e valakinek valami kérdése? Parancsolj! Konkrétan mit csinálnál, ha ma 7 hétig nem lenne áram, megszűnnének a politikai pártok, az összes gyógyszertár, benzinkút és mindenhol, ahol bankkártyával lehet fizetni, gyűjtsáram nem lehet fizetni. Légy szíves, egy tervet vázolni. Hát, hogy mi, azt kérdezted, hogy mit tennék én? Igen. Hát én kiülnék a kertembe egy kertiszékbe és olvasgatnék. A kérdésem arra vonatkozik, hogy egy együttműködő közösségi gazdagságban az alulról szerveződő utcaközösség, település, megyei országos közösség, hogy álljon fel, nem tudjuk tölteni a telefont két évig, okay. Nem tudunk beszélgetni. Uh-huh. Légy szíves a 10 millió magyarnak most egy tervet összeállítani. Ismételd el a kérdést, légy szíves. A kérdésem, ahogy hallják. Ja, én ismételem el. Hát egy hosszú kérdés volt, de a lényeg az az, hogy mit csinálnék akkor, hogyha itt a társadalom bedől, és akkor itt nagyon gyorsan valamit, mi a megoldás, hogy gazdaságilag, stb. Most erről beszéltem eddig. Tehát, hogy össze kell szerveződni, most, hogyha valaki a Facebookon van, Facebookot megkeresni a hozzá közel lévő embereket, és el kell kezdeni velük közösségbe állni. Oké, ki mit csinál? Neked vizet van, hogy? Nincs áram. Nincs áram. Nincs Facebook, nincs telefon. Na, hát... Már leállt a vasút, minden. Akkor anarchia van sajnos. De légy szíves elmondani, hogy most mit csinálsz. Ha én most mit csinálnék... Én most Lengyel Tótiban lakom. 4 kilométerre kezdtünk el most itt a B-terves egy ilyen közösségi helyet csinálni, de ott már én azért mentem, Kisberényt választottam, mert most nyomok egy reklámot, ott vannak a Mészáros Szabiék 10 éve Égi út Egyesület. 300 fős faluból a szűk közösségi tagok olyan 40-en vannak, de akik a közösséggel együtt dolgoznak, azok körülbelül a 2/3 a falunak. Polgármester asszony már közösségi tag. Szerintem Magyarország első önellátó falvia lehet, és ott az egyesületnek van egy nagyon jó közösségi kertje, meg minden egyes ház egy gazdaság. Valaki méz, valaki. Ott az élet nem áll, meg ugyanúgy megy tovább, és akkor ott, hát ott az közel van, akkor csak oda mennék, és akkor mondaná, oké, gyerekek, akkor megvan minden szervezet. Tehát valaki ezt csinálja. És aztán nincsen áramod, akkor van gyertyád, mert van gyertyakészítő, meg ott is vannak már napelemek, a ivóvíz jön a kutakból, mert 87 méteren már ivóvíz jön föl. Nem áll meg az élet, csak nem kell elmenni sehova. Ennyi. És akkor itt az van, hogyha valaki ismeri az elveket és valahol lakik, akkor azonnal kell szerveződni, hogy akkor a szomszédnak milyen van, neki tojás van, ez van, neked fád van, nekem van egy furkutam, nagyon jó, és akkor összeáll a cserebere, és elkezdünk együtt dolgozni. Tavasszal volt egy nagy vihar. A Csomogyban ilyen buszmegállókat rakott át arrébb a másik faluba a szél. És elvágta nem volt áram, 12 órát Lengyel-Tótiba. Ugye hát nekem a napelemem ott van fagyasztóvarró megy, szomszédok jöttek át, már reggel óta nem volt áram, már délbe jöttek át, úristen, mi van, de a fagyasztó a kús. Hát mondom, jó, nem tudom, mert nekem nincs gond, tehát nekem ott van a napelem is. Ugyan mi lesz akkor, hogyha? Azonnal ott volt a pánik. 12 óráig nem volt. Kezdett leengedni. Ezért ugye ott van tárolva, nem tudom mennyi, 300 kiló húsod. Egy héten belül megromlott az egész, éhezni fogsz egész télen. Az a baj, hogy ez egy hosszú út. Tehát ez nem egy olyan, hogy nekem évekbe került, mire ezt fölépítettem. Itt nagyon nagy probléma van akkor, de szerencsére ugye az égiek azért gondoltak ránk, hogy ez azért úgy darabjaiban fog összedni. Tehát ez a kérdés így nincs jelentősége, mert ez egy nap alatt nem lesz. Viszont az a baj, hogy az, aki tisztán lát és cselekszik, akkor annak ez a dolog kényelmesebb lesz. Mint ahogy én hazamegyek, és akkor nem kell menni sehova, nincs dolgom, internet sincs, nem is zaklatnak, nem is hívnak telefonon, egy nap nem kapok 20 telefont ebbe a témába,
kertészkedem, leszedem a céklát, a izét, befőzök, stb. De akinek ott van, hogy rohadt rám a kajám, amit megvettem, és nem működ télen, nem működik a szivattyú, nem tudok fűteni, mert ugye hiába a keringető akár, ébredni kell, és kell cselekedni, hogy amit meg tudsz cselekedni, azt tedd meg. Elsősorban ugye az emberek is mikrokozmoszában cselekszik. Ami azt jelenti, hogy tedd meg a te területeden belül, amit lehet. Legyen fatüzelésű, főzési lehetőséged, az nagyon jó, de legalább fűtés. Legyen az embernek egy kútja, pici napelem, ami legalább a szivattyút működteti meg ezeket az alap dolgokat, hogy hűtő. Nekem ez volt az alap. Ha már ez megvan, letermelsz annyi élelmiszert, elkezded a kertedet, akkor már az van, hogy éhen halni nem fogsz. Én gabonát tárolok, nekem ilyen hordóban van nagyon jó tönkő gabona, el van téve magformában. Tehát nem lisztet nem tárolunk, mert azt nem lehet tárolni. Hosszú távon kell egy ilyen kis kézzel tekerhető malom, amit ha nem akarod kézzel tekerni, egy kis furdancsot, akkumulátoros furdancsot ráteszel, és akkor frissen a lisztedet megcsinálni. Nem halsz éhen? Vannak gyümölcsfáid, azt meg kell tenni. Aztán, hogyha az ember, most nagyon sokan telefonálnak nekem olyan ügyben, hogy adja el most Budapesten a lakását, hova menne, hogy hova tudnék csatlakozni, és akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy mi az elf, hogy menj, ne? Nézd meg, hogy hol van egy kezdődő közösség, akkor is, ha próbálkoznak. Mert ugye az első lépés az, hogy megcsináld a sajátodat, de hiába van neked, ha nem vesz körül egy közösség. Sajnos, amikor elindulnak az emberek, akkor ott, ha nincs egy közösség, akkor ott gond van, mert ott meg is kéne védeni, amit van. Tehát így ez egy fokozatos dolog lesz, ez egy fokozatos leomlás lesz. Mindig vannak egyre erőteljesebb ébresztők. Van, aki soha nem fog felébredni, mert örök hite van ebben. Lemész az M7-esen a Balaton felé. Hétvégén ott tudod, hogy ki az, aki gondolkozik, ki az, aki nem. Mert te érted, mész le, belső sáv, 220 fénykűr duda. Az, amikor bejön a probléma, akkor az ember az nem tudja, hogy merre lesz. Merre az arra. Tehát, hogy itt csinálnunk kell a dolgunkat, és ez a szerveződés, ez nagyon-nagyon fontos. Nekem kulcsfontosságú volt a platform. Mert mondom, hogy... Mi a neve ennek a platformnak? Ez a bter.net oldal. B-plan. B-plan, igen, de a magyar domain az bter. Beírod, hogy bter.net. Lehet regisztrálni. Na most ugye ez egy fizetős oldal, mert havi 500 forint a fenntartási költség. Ezt nem tudtuk máshogy megcsinálni. Engem mindenhol megkerestek, politikai irányából és gazdasági oldalakról is, hogy ők jönnének, támogatnák. Ezt mondtam, köszönjük szépen, hogy a közösség nem tud feltartani egy gombócfagyi árából egy oldalt. Mert azért ennek az oldalnak ilyen havi 400.000 forint csak a havi költsége. Plusz akkor nem, még nem beszélünk fejlesztésre, nagyon sok fejlesztés kellene. De a lényeg az, hogy elkezdtük úgy, ahogy megy, nagyon jó, már ott rengeteg ember fönn van, tehát most 3200-an vannak rajta jelenleg. 10.000-nél több ember már regisztrál, csak a rendszer, hogyha 40 napig nem marad benn valaki, akkor automatikusan kitölti, aki nem marad. És akkor ott történik ez a csoportok vannak, régiók szerint, piactér van, olyan lekódolt videócsatornán nem tudsz beszélni, ami ilyen nagyon, tehát nagyon védett, tehát ott az nem tudnak le. Hát bizonyos szinteken, egy bizonyos szinten az interneten, tehát hogyha akarod a... Nem megy át olyan információ sehol a világon, amit mondjuk a titkosszolgálatok nem tudnak. De ugye egy ilyen Google dolog vagy, tehát ez nem nincs az, hogy ott le vagy hallgatva. És akkor ott próbáljuk szervezni ezeket a dolgokat, közösségeket, meg minden olyan tudásanyagot feltölteni, amit nem akarunk, hogy elveszten. Tehát én is az összes előadásomat szedem le a YouTube-ról, összes írásomat minden bizonyos csoportokba rakom fel, van PDF könyvtár, hogyha fölmész az oldalra, és bemész a csoportba, hogy PDF könyvtár, a kenyi és ütéstől kezdve minden létező dolog, magnemesítés, minden fönn van, illetve sok minden fönn van. De a lényeg az, hogy számomra az volt, hogy először a kapcsolódás. Tehát nézzük meg, hogy hogyan működik az ellenfél. Hogyha én nem szeretek ilyen szavakat használni, hogy ellenfél, mert semmi ellen nem vagyunk. Ami nem működik, úgy is beomlik. De hogy hogyan működne? Az emberek a közösségi oldalakon élnek, arra teszik a vállalkozásaikat, stb. De ez egy nagyon érzékeny dolog, mert úgy vagy manipulálva, hogy hát most arra ne is menjünk el nagyon sok videón arra, hogy akár egy Facebookon hogyan, csak az, hogy te nézegeted, hogy hogyan befolyásolják az agyunkat mindenféle dolgokkal. Azon túl, hogy az információid minden kín van,
én is szoktam röhögni, mert bementem egy outlet ilyen háztartási gép üzletbe, nem beszéltem senkivel, nézegettem hűtőt, mosógépet, nem beszéltem senkivel. Kiléptem, beléptem az autóba, és a telefonon ott volt, hogy outlet üzletek már jöttek. Nem beszéltem, hogy hűtő, outlet, semmi, tehát nem, a messenger nem hallotta, csak érzékelte, hogy hol vagyok, és azonnal tolta ki a reklámot. Tehát tudjuk, hogy ez az egész történet honnan jön, kik csinálják, pláne azokat a szerveződéseket én nem raknám oda, amikor valami olyan információt osztak meg, amit nem jó, hogy esetleg ők tudnak. Na mindegy, szóval ez egy ilyen platform, ahol el lehet indulni. Igen? Én azt kérdezném, hogy a 2,5 millió budapestivel mit csinálnál, ha megindulnak a 19 megyében, átlag 130 ezer. Mert ugye ott a panelben nem fognak termeszteni semmit, disznó nem tart a tizediken, csak ugye ezt a, ki is mondta ezt a, Géci mondta azt, hogy a város a vírus. Igen, minden nagyváros. Nekem a koncepció évekkel ezelőtt az volt, hogy minden nagyvárostól távol. És hogyan? Hát kimész egy olyan helyre, veszel földet, ahol a közelben legyen, de minimalisztikus, nem kötelező a társadalom. Gyakorlatilag a populáció egy negyede, így van, sajnos, és ezt nem tudjuk kikerülni. Eddig is voltak kávéházak, éttermek. Igen. Ha elláttuk őket a megtermelt élelmiszerekkel, amit vidékről hoztunk, és nem külföldről. Hát az a baj, hogy az már nagyon ritka, amikor vidékről jön az élelmiszer. De valahogy meg kellene szerveznünk a városiak ellátását, igen, hogy ők is adnak cserébe, igen, valamit, mi is adunk cserébe valamit, kell a vidékről. De mondom, de mi az első lépés? Tehát most beszélünk arról, a dologról, hogy milyen legyen a karácsonyfa csúcsdísze. Kéne szerezni egy állványt, amiben belerakod a fát. És ez a kommunikációs platform. Mert hogyha valamiért tegyük fel, beborul a Facebook meg minden. És még a telefonszámukat se tudjuk egymásnak. Szóval akkor olyan kell kezdeni szerveződni ott, és utána jönnek a részletek. Ki, hol van, fölmész egy ilyen platformon, megnézed, hogy ki van a környékeden. És azokkal azonnal összeszerveződsz. Te mit csinálsz, én mit csinálok, hogyan tudunk csereberélni, tervezünk majd egy ilyen saját pénzt. Tudod, a B-terves fabatka, vagy bármi, ami ad egy értéket, és akkor azon lehet elindítani egy olyan kereskedelmet, ami abszolút kizárja a külső rendszert. Nem tud ráhatni. Igen, de ezeket össze kéne fogni. Sehol nincs meg a hatás, mert mindenki, hát én megyek csinálom egy kis saját dolgomat, és oké, gyerekek, de én is csinálom egy kis saját dolgomat. Itt vagyunk ma már 500 000 ember legalább, aki ezen az úton akar menni, vagy már megy rajta. Gyerekek, 500 000 emberre a Fidesz az, bocsánat, elnézést, tehát na mindegy, pár ezer ember irányít, 8, tudom, hány millióan vagyunk? 10 millió embert. Tehát itt ez a gond, hogy amikor azt mondjuk, hogy, és minden, és tényleg kihangsúlyozom, senki ellen nem akarunk senkit én legalábbis, senkit nem akarunk megbuktatni, mert egy nem működő rendszer összeomlik, nem kell vele foglalkozni. Én egy olyan választ vártam volna várni tőled, és nem csak tőled, hanem a jelenlévőktől, hogyha valóban össze akarunk fogni 100%-ig, tehát hogy senkit nem hagyunk ki, se a várost, se a falusit, se a budapestit, senkit, és mondjuk maradjon az áram, de ha leáll, úgyis újraindul majd a rendszer, meg maradjon benzin is. Van már elszámoló rendszer, a Szent Korona, meg egyéb pénzek, bitcoin, meg mit tudom én, meg tudjuk csinálni 10 millió magyarnak. Nagyon egyszerű lesz. Tehát ha van 1 millió családfő az országban, és tudnak róla, hogy ők a szomszédokkal 10-10 összejönnek, ahogy te mondod a tizedes rendszer szerint, 9 egyetértésével egy utcafőt kiválasztanak. Majd aznap, vagy másnap találkoznak, és a település is kiválasztja a 10 millió per 1000, azt a 10 000, most nevezzük meg, felső 10 000, ők a település vezetői. Tehát eddig volt 1 millió családfő, 100 000 utcafő, 10 000 településfő. Ez egy nap alatt lezajlott. Egy A4-es papíron föl lehet írni, hogy ki az a 9, aki ott volt jelen, és a 10. az, akit megválasztottak. És most jön a következő lépés. De most ez kérdés, vagy nem mondod? Nem, ezt elmondom, hogy nem szabad kihagyni a budapestit sem a szervezésből. Nem is kell. Mert én nem mondtam, hogy a városit sem.
és a megyében élő falusi és városi és tanyasi, és mindenki kerüljön be ebbe a rendszerbe. De én nem mondtam, hogy ne legyen benne. Rendben van, csak azt akarom elmondani, hogy két lépcsőt még légy szíves vágj meg. Tehát amikor a település 10 000-ből 1000 fő országosan kiválasztásra kerül a megyék vezetési szintjén, akkor ő közülük bizalmi szavazással választjuk ki azt a százat, aki megy a parlamentbe, az országgyűlésbe, politikai pártok nélkül. Tehát gyakorlatilag ezt kell elérnünk, ezt értsék meg a jelenlévők. Nekünk nincs szükségünk politikai pártokra, semmilyen megosztásra. A leggyorsabban el kell őket zavarni onnan, bocsánat, hogy kimondom, de nincs rájuk szükségünk. Ne haragudj, én teljesen másról beszélek. Rendben van. Teljesen másról beszélek. De hogyha a társadalom nem fog megosztani senkit, hanem az összefogás lesz, abba gondolkozzunk, hogyan fogjunk össze, hogy béküljön ki az oltott az oltatlannal, a fiatal az időssel, a gazdag a szegénnyel. És amikor ez az összefogás megvolt, akkor a férfi nő, mindenki egységben tudunk tovább menni, és erre adjál tervet. Légy szíves, az összefogás. De te most elmondtad, hogy hogyan gondolod, te nem kérdeztél, hanem elmondtad, nincs semmi gond, én pont teljesen másról beszéltem. Tehát én azt mondtam, hogy nem kell elzavarni sehonnan senkit, mert automatikusan nem működő rendszerek összedőlnek. Az nagyon jól látod, hogy össze kell szervezni ezt, de én visszakérdeznék most egy dologra. A városi ember ehhez hogy tud csatlakozni? Akárhogy. Hát akárhogy, hát hova szeretném, van egy városi ember hozzá. De a városi embernek nincsen kertje, mit szermelnek? Az első lépés az az, hogy vannak önellátó közösségek, az önellátó közösségnek mindig kell szervezni ilyen hétvégéket, ahol emberek jöhetnek és együtt dolgoznak. Én csinálok ilyeneket, hogy lejönnek hozzám, lejön 20 ember, és akkor én kertészkedek, együtt dolgozunk, nézik, hogy én mit csinálok, és bográcsozunk, egyet beszélgetünk. Ezzel kezdődik. Elkezdek lejárni ilyen helyekre, megnézem, hogy hol vagyok kompatibilis, hol szeretnek engem, meg hol szeretek én lenni. És következő lépés az, amikor azt mondod, hogy hú, hát akkor én eladom a házamat, és akkor ott veszek a faluban. Ez a következő lépés, és éppen az ember elkezd beilleszkedni abban a dologban, ahol van. Csak itt megint, ezelőtt megint van egy lépés. Hogy találom meg a másikat? 10-ből 1. De hogy találod meg? Tesco bejáratnál? Nem, az interneten. Ott tudod megnézni a leggyorsabban azt, hogy hova akarok én menni. Meghallgatok előadásokat, meghallgatom a sipos misit, lemegyek a tulipános tanyára, ezt kerestem. Vagy lemész, és azt mondom, nem ezt, akkor megyek tovább. Tehát kell a kommunikációs felület. Nekem ezért volt ez a kulcs, ezért nyomom ezt a dolgot, hogy oké, de szerveződjünk össze. Hol? Lehet a Facebookon, oké? Meddig van a Facebook? Igen, parancsolj. Csak fogantal, vagy csak azt csak azt szeretném, hogy ezek itt nagyszerű, jól mondod, én személy szerint kicsit gondolom még. Egy csomó dolog nincsen benne az, hogy ez a digitális tér, amit most alapoznak üzletbe. Uh-huh. Ennek a következményei, ez lehet olyan, hogy ezeket a szerződéseket így kattintás, hogy internet lezárásával, vagy akár mindenkinek a címkézésével, például mindenkinek a smartphone, itt semmi nem titkos, mindent tudnak. Pontosan tudnak szépen. Na most, mi az a terv, ami azt mondja, hogy ezt a fal a 3 trigger volt, vagy hogy nevezem ezt? Nem akarok itt máshol a disztánk. Tehát olyan rendszer épül ki, az, hogy 3 trigger a személlyel bármit meg lehet tenni. Tehát egy így a neve, 2 kiválasztom, mi történjen. Akármi. Börtönben, hogy tönkreteszem, jutalmazva, kicsit mindegy. A harmadik pedig, hogy execute, tehát az a vége. Na most ezt a rendszert, ezt most a teljes gazdasági háttérrel, gőzerővel építik, nem csak itt Magyarországon, máshol is. Több helyen már megmutatta az arcát, akár Kanadában vagy Kínában, és erre milyen terved van? Erről beszéltem végig. Tehát ezt kell csinálni, hogy az emberek meg kell találni egymást. És minél hamarabb el kell érni azt a szintet, amikor ilyen internetes oldalakra sincs szükség. Ez csak addig kell, hogy kihasználjuk annak a gyorsaságát, hogy te megtaláld, hogy hol van a másik. Tehát mi az oldalban például terveztünk egy olyat, hogy egy applikációt, hogy te mész, utazol az autódban, és tudod nézni, hogy minden piactérre fölkerült ember, aki almát árul, mézet árul, paprikát árul, mész, és akkor ide bemegyek hozzá, és megveszem a paprika adagomat, és mész tovább.
De én úgy gondolom, hogy ez az egész internetes digi dolog, ez alapvetően nem veszélyes, mert most még veszélyes, de ez el fog borulni. Tehát nekem hitem van abban, hogy ez 2032 után ez nem lesz, mert elborul az egész. Addig kell megtalálnunk egymást, és addig kell, hogy mondjam, összeszerveződni annyira, hogy működőképes legyen a rendszer. És ha már az ország 10%-át össze tudjuk szervezni egy ilyen rendszerbe, akkor az csodálatosan fog működni már, mert akkor mi tudunk ráhatással lenni, a többire tudnak jönni, tanulni, stb. Tehát itt lehet azon gondolkozni, hogy hogyan lesz. És nagyon sokszor kapom meg azt a kérdést, hogy hogyan lesz. Én nagyjából magamban, ahogy én elképzelem, nagyon sok forráson alapulva, én úgy gondolom, hogy tudom, hogy mi az irány, merre fogunk menni. És akkor itt a talánok eltűnnek. Most erről beszélhetünk, hogy miért gondolom én azt, hogy így lesz. Ezt el tudom mondani, de az egy másik téma már. Ha gondoljátok, akkor elmondhatom, hogy én hogy gondolom, hogy lesz. Volt egy kérdés. Nekem az a kérdésem még az, hogy mi lesz az emberekkel, akik meghalnak, akik ókorbetegek, az öveslések szerint, tudom, a kronikus betegek. Mi történik azokkal, akik meghalnak? A intuitusokból több 100 000 ember van, és ott van egy összeadott társadalom, ahol mitől mondok egy számot, 800 000 ember ott fekszik halottan a földön, azt el kell temetni, tehát egy olyan radikális kérdést teszek ki föl, amiről senki nem beszélt eddig, hogy oké lesz. Hogyan temetjük el a halottjainkat? Anarchia lesz a legkisebb, a halott ember akkor fog küzdeni, és járványokat fog terjeszteni. Sajnos ez ugyanúgy, ahogy a történelem ismételte magát, ezt újra fogja ismételni magát. És megvan az égető. Jó, oké, ki az, aki szeretné, hogy elmondjam azt, hogy lesz? Hogy hogyan gondolom én, hogy lesz? Szeretném. Az a baj, hogy ez nem egy népszerűségi sztori, amikor elmondom. Mire alapozom én ezt az egészet? De most itt spirituális tartalom, aki nem tud ehhez viszonyulni, az menjen el, igyon egy kávét. Nem tudom másképpen ezt a dolgot. Én soha nem tudom külön választani az önismeretet és a spiritualitást attól, hogy mit csináljunk, mert mindig arról beszélgetünk, hogyan kapáljak, hogyan lesz termésem, stb. Nem? Miért vagy hülye? Mert az emberiség hülye olyan módon élt, hogy elpusztította magát, az azt jelenti, hogy a hülye azt jelenti, hogy nincsen otthon, tehát hogy az intellektus nem funkcionál rendesen, egy álomvilágban él. Tehát a fejünkben kell helyre tenni a dolgokat, a természethez való viszonyunkat, az egymáshoz való viszonyunkat, az pedig azt jelenti, hogy a tudati minőséget kell legelőször emelni. Minden virágzó társadalom kelettől egészen idáig, a szakrális magyar királyságokig, akkor működött, amikor volt egy olyan király a társadalomnak, akinek a fejére tették a koronát, az becsatlakozott egy égi csatornába, és közvetítette a kozmikus rendet a társadalomban, és akkor minden harmóniában működött. Akkor működött, amikor volt egy koronabitorló, akkor a dolgok mindig szétcsúsztak. Szóval itt most ez a helyzet, hogy én nem tudom másképpen látni ezt a dolgot. Én a spirituális úton járok 33 éve. És 16 éves koromban én elindultam ebbe, én kelet felé mentem, de én úgy látom, hogy itt egyáltalán nincsen különbség az ős magyar kultúra meg a keleti kultúrák között, részleteiben igen, de egy igazság van meg sok út. És 28 évembe került, amikor elindultak olyan tapasztalásaim, rálátásaim a dolgokra, ezt nevezhetjük vízióknak, látomásomnak, ennek annak most elmentünk ilyen elcsépelt dolgok irányába, megfogalmazások irányába, de elkezdtem olyan dolgokra rálátni, amikor ilyen dolgok lehullanak a fejedbe, ugye meditálok. Ugye úgy, ahogy a sámanok régültek, a táltosok azok nem is használtak semmit, ők mindig ebbe az állapotba voltak, hogy föl voltak kapcsolva. És amikor elindulnak ilyen állapotok, akkor lejönnek dolgok, információk, mondjuk ülök egy két és fél órát, általában hajnalban szoktam ülni meg este, és akkor a napi két-három órát azért úgy átlagban reggel este azért szoktam így ott lenni is, meg nem is. És akkor ilyen érdekes dolgok, amikor így lehullanak a fejembe. Amit úgy nem tudok megmagyarázni, mert mondjuk olyan mértékű információ jönne, ami egy hétig olvasnál egy könyvet. És akkor először én azt hittem, hogy elmentek nálam otthonról. Aztán utána, amikor beszélgettem más emberekkel, hogy én hogyan látom a dolgokat,
Most csak mesélek egy történet itt a professzor Pap Lajosról. Amikor én életem belőször találkoztam, ez nagyon érdekes történet volt. Fonyódra jött le másfél évvel ezelőtt egy ilyen polgári esték műsor. És jött be, ott volt egy 200 ember a falu, vagy a város, bocsánat, a műfázba. Vártuk a Lajost, és akkor valaki engem össze akart velehozni, nem tudta, hogy ki vagyok. És akkor így belép, hát ott volt mindenki polgármester, jöttek és megérkezett, jött be, mindenki, ó, Lajos, Lajos, ő belépett így az ajtón. És ott álltam így az ajtó mellett, így rám nézett, odalépett, elkezdett így nézni, ahogy amikor úgy néznek emberek, amikor nem mást is néznek, nem csak a szemedet. Annyit mondott, hogy menjünk el beszélni. Megfogta a kezemet, átvágott az egész tömegen, bement a könyvtárba, leültetett, becsukta maga mögött az ajtót, könyvtárost kiküldte. Mondta, hogy zenéljenek a színpadon addig, ameddig én nem jövök. Leült, azt mondja, mi áradban van kigyelmed? És akkor volt egy olyan beszélgetésünk, amiben mondtam, hogy jó, 20 percünk van az előadás kezdetén, én belevágok, mert nincs mit veszteni, maximum azt mondja, hogy megőrültem. Mondtam egy fél mondatot, folytatta. Mondtam egy fél mondatot, folytatta. Kérdezett valami tőlem, hogy visszakérdeztem, mondd meg te. Megmondta. Olyan dolgokat, amiket nem tudhatott. És akkor mondta, jó, gyere el hozzám Verőcére, több dolgot is beszélünk. És akkor elmentem hozzá a birtokára, ott egy egész napot töltöttünk együtt, nagyon sok érdekes dologról beszéltünk, koronáról, mi lesz, hogy lesz, én elmondtam neki az összes ideámat. Ez csak egy ember, akit ti is ismertek és elismertek. Ő egy látótudó ember, egy tátos ember, aki többet lát a világból, mert ezek az emberek voltak azok, akik irányították ezt. Egyébként ez az előadás fönn van a YouTube-on, polgári esték, Fonyód Pap Lajos. És amikor elkezdtem így ezeket a dolgaimat, amúgy szépen elkezdett összeállni a történet, akkor elkezdtem megvitatni másokkal, és mindig összekeveredtem olyan emberekkel, akik utána megtalálkoztam egy másikkal, egy harmadikkal, te is így látod, te is így látod. Mondom, jó, mondom, nézzük már meg ezeket a látnoki feljegyzéseket. És akkor jött velem szembe a Nyírkai Jóslat, jött a Nostradamus Hungaricum Tió atya, van egy Alois Immayer nevezett úriember, aki a II. Világháborúban egy kútfúró volt. Őnek ilyen nagyon látnoki dolga, hogy a III. Világháborút úgy leírja, hogy milyen kondingensek hova mennek, hol dobják az atombombát, hol szólják a fehérport, nagyon részletesen, érdemes elolvasni, Alois Immayer. És mindegyik ugyanarról beszél. Néztem, hogy mondom, ez teljesen ugyanazok a dolgok, ami nekem ilyen pázilag bejön. Jó, mondom, jó, oké, akkor nézzük az asztrológiát. Nézzük meg az asztrológiát, hogy az asztrológusok hogyan mondják itt a történéseket. Teljesen professzionális asztrológusok mondják ugyanazt a dolgot, hogy hogyan jutunk el mától 2032-ig, és hogyan fog ez az egész technikai civilizáció összeomlani. Az emberiség egy nagy része sajnos távozni fog, aki nem ugorja meg azt a fejlődést, hogy egy következő 10 000 évben csodálatosan itt tudjon együttműködni. Tehát lesz egy purgatórium része. És akkor utána néztem az asztrológiát, mondom, hát itt nagyjából akkor, mert ugye bizonyos dolgok jönnek, azt nem tudod időbe belőni. Ugyanúgy, ahogy nem fektették le ezek a látnokok se időben, hogy ezek a dolgok mikor fognak történni. Viszont az asztrológia, mivel a kollektív tudat annyira determinált, hogy lehet látni, hogy milyen irányba, akkor az be tudjuk lőni ezeket a történéseket. És akkor elkezdtem nyomozni a oké, politika, társadalom és akkor a gazdasági dolgok. És akkor mindenki rakott egy pázlőt, raktatok ti egy pázlőt hozzá a vírus dologgal, a mindenki, a Drábik tanár úr, vagy Drábik professzor úr is, vagy Drábik professzor? Professzor ő? Nem professzor, nekem professzor. Sokat tud. Mindenki tett egy picit. És akkor elkezdett a kép összeállni, és hála jó Istennek az égiek küldtek olyan csatlakozó, tehát olyan információs hálókat is, amikor olyan háttérinfokat tudok a gazdaságból, amiket mondjuk tudom, hogy a híradóba leadnak 2 hónapval később, akkor azokat a bank összeomlást én már hallom valahonnan 3 hete. Tehát, hogy így összeáll a kép, és akkor azt mondod, hogy oké, figyelj, most itt lehet, hogy nálam mentek el otthonról, de túl sokan igazolják vissza minden oldalról. És én itt azt látom, hogy odaérünk a témához, hogy itt ebben az évtizedben egy nagyon komoly hullámokban történő beomlás következik. Tehát nem egyből. Én azt gondoltam, hogy itt majd egyből lesz valami, és akkor anarchia meg háború. Ez a 2020-21-22, ez arról szólt, hogy be voltunk zárva, azt gondolkozzunk. Gondolkozzunk el az életünkön, hogy melyik buszra szállunk. Hogy megyünk a fejlődés irányába, vagy mész le a szakadékba.
mondjuk azt, hogy az oltás is egy IQ-teszt volt. Lehet, hogy ezen sokan megsértődnek, de ez van, nem tudok mit csinálni. És akkor ugye itt már van az, hogy ki milyen irányt vesz, vannak még ilyen billegők, de pont azt érzem, hogy 2023 az az időszak, amikor már nincs ez a... Itt már mindenki állt valahova. Itt most a részleteket kell kidolgozni, szerveződni, közösségekbe állni, piacot teremteni. És azt látom, hogy egyre jobban nyílik az orló. Ugye, megyünk lefelé, nagyon erőlködnek a másik oldalon, mindent akarnak, digi pénz, nyomtatunk még, emeljük a adósághatárt, meg akkor még egy-két háborúba, de már nem megy. Most erőlködik erősödik a keleti oldal. Ugye volt egy ilyen Sárga Láz című történet, mindenki tudja, miről beszélek. Nostradamus. Most a keleti oldal egy kicsit meg fog erősödni, de az is be fog omlani, az a jó hírem van. Csak az a baj, hogy addigra, ebben az évtizedben annyira össze fog omlani a társadalom, mert olyan konfliktusok lesznek. Hát a nyírkai jóslatban ki tudja, hogy mi van a magyarságról. Valaki? Igen? Felére csökken a magyarság. Magyar-magyartől. A háborús helyzet minket nem fog érinteni. Tehát mi vagyunk itt egy olyan... A Kárpát-medence egy különleges hely, erről is sokat tudnék beszélni. És aki de, kertet művel, az megmarad. Így van. Kétszer említi a nyírkai jóslat az önellátókat. Kertek alján sarjad az új élet. Igen. És a közösségek össze fognak fogni, lesz valakikkel majd probléma, akik nem annyira illeszkedtek be eddig. Azokkal is lesz konfliktus, de végül, ugye, amikor a nagy boldog asszony felé fordul a magyar, akkor valami történik. Szóval itt el fogunk jutni odáig. Sokak, hogy mikor, de ez már jövőre és nem jövőre. Még itt ez egy ilyen több évezred alatt felépített rossz rendszer, nagyon, egy szekrény nagyon sokáig dől el. De amikor eldől, akkor csattan. Én úgy gondolom, hogy ez a csattanás, ez az utolsó, amiről a Pió atya beszél, ez a három sötét nap, ez szimbolikus, ez három év, az utolsó három év, amikor már föl kell legyél készülve, bennmaradsz a kerteden belül, ott megvéred az, amit van, és megvárod, míg ennek a vége lesz. És addig ezt össze kell szerveződni. És itt minden lesz sajnos. Szóval itt szembe kell néznünk azzal, hogy akinek van, az majd jön valaki, aki el akarja venni. Ez sajnos nem tudom szebben elmondani, ezért mondtam azt, hogy ez nem egy népszerűségi sztori, amikor elmondom a véleményem, de nekem ez a dolgom. Én ezt kaptam. El kell mondanom, mi lesz, mindenki csinál vele, amit akar, senkinek nem akarok hízelegni, tehát bárhova meghívnak, elmondom. Ha kezd vele valamit, kezd, valami információt kivesz, az is jó, ha azt mondja, hogy hülyeség azért, azt mondja, hogy őrült vagy, semmi probléma. Ez van, és akkor itt föl kell készülni, tehát az egész B-terves dolog is, ahogy nekem jött, nem is tudom, miért neveztem el B-tervnek, nem is én neveztem el B-tervnek, legyen B-tervet, az önellátás volt a csoportom, és ahogy nőtt a csoporton belül B-terves közösségek itt, ott, meg ott ráragasztották. Én nem akartam sose sok embert. Néha emberek megfeszülnek, hogy Facebook csoportjukba bemenjenek, mit tudom én, 1000-en, 2000-en, 3000-en. Én csak néztem ott, hogy minek van itt ennyi ember. Én minőségi embereket akarok, akikkel tudok együtt dolgozni. Legyünk 5000-en, akik megváltják a világot. Mindenféle emberekkel vitatkozni. Valamilyen jöttek az emberek, és akkor csak mondtam, hogy ezen mit akarnak. Szóval amikor valaminek történni kell, mert egy isteni elrendezés, és van nálad egy puzzle, és van nálad, meg mindenkinél van egy puzzle, aki azt a puzzle-re azt mondja, hogy jó, akkor én ezt megcsinálom. És ugye beszélünk arról is, hogy jó, de ezt el tudjuk rontani? Nem tudjuk elrontani, mert ez egy égi elrendezés. A forgatókönyv az egy égi elrendezés. Tehát itt, hogyha nézzünk, van a keleti Surya Siddhanta magyarázza asztrológiai bölcsesség magyarázza ezt a 26 ezer éves kört. Ugyanezt hívják a nyugaton Plátói évnek. Most egy olyan, nagyon hosszú, most erről lehetne beszélni, van a YouTube-on előadásom, hogy hol tartunk most. 5000 évvel indultunk nagyon lefelé, Buddhánál volt egy ilyen fölfelé ívelés, és most vagyunk ott, hát a Surya Siddhanta szerint 2080-nál megyünk át, de most teljesen mindegy, mert ilyen nagy számoknál ez az évszázad, de arról szól, hogy van egy nagy letisztulás, és akik itt maradnak, azok egy teljesen új alapon mennek egy 10000 évig megint föl, aztán majd megint leindul. Tehát ez mindig ciklikus az univerzum, tehát nem lineárisan megyünk, hanem körbe-körbe. Mindig ismétlődnek a dolgok, és ez törvényszerűen működik az, hogy itt a világ jó irányba megy. Mi a szabad akarat ebben? Az,
hogy te neked ebben hol van a részed, hogy te melyik buszra szállsz, megteszed-e azt, amit rád bízott az égiek. És ha megteszed, ha nem teszed meg, jön más megteszi. A dolog nem fog átíródni. Nézitek? Bocsánat? Kérdés? A ciklikusságról, ha ez a ciklikusság ennyire visszatérő és mindig is megtörtént, igen, akkor mit lenne a fejlődés? Igen. Ez érdekes dolog. Az volt a kérdés, hogy ebben a ciklikusságban hol van a fejlődés. Milyen fejlődés van egy általános iskolában? Minden évben van egy ciklikusság, ugye? A kislányom az most harmadikba megy másodikból, a pici az, vagy a kisebbik az meg megy óviból iskolába. Az, hogy mindig változik az ember, tehát egy tudati evolúción megyünk keresztül. Ha én megbukok, akkor egy újabb játszótérben ugyanúgy folytatom ezt a dolgot, így van. És akkor itt természetesen az van, hogy most aki nem ugorja meg azt a szintet, akkor ő valahol osztályt ismétel majd egy másik helyen, egy másik térben, stb. Igen? Akkor ezt értelmezhetem úgy, hogy a ciklikusság az inkább egy ilyen olyan spirál, ami a metaspirál. Így van. Így van. Tehát nekünk úgy működünk, hát ez most megint a spirituális területére értünk. Én úgy gondolom, ez a kulcsa mindennek, tehát egy tudati evolúción megyünk keresztül, és minden élő lényegben a játszótérben megy keresztül, akár az egyiptomiakat, hogyha megnézzük, ugye a hermetika, Hermes Trismegistus, hogy minden élő lény az amőba léttől kezdve, megy ez a világ, utána a harmadik dimenziót átlépi, akkor átmegy egy éteri világ, stb. És tér vissza az egységbe, és ugye mindig ezen a játszótéren mindig van valaki. Sokan mondják azt, hogy át fogunk lépni az ötödik dimenzióba. Nem. A harmadik dimenzió fog megközelíteni egy olyan minőséget, mint az öt. És aztán utána megint lemegy. Tehát itt, és aztán, hogyha valaki, akkor túlfejlik, az majd megy oda, mert mindennek van. Meg fog szűnni ez a világ a harmadik, nem fog megszűnni, mert miért szűnne meg az első osztály? Az első osztály azért van ott, hogy valamit megtanulj, amikor megfejlődted, mész egy másikra. Ha valaminek megvan a vége, onnan kezdődik majd egy másik. Így van. Tehát ugyanúgy, hogy tavasz, nyár, ősztél, hogyha valaki, nem kell itt semmilyen spik dologba, filozófiába, metafizikába belemenni, a tudók meg a bölcsek régen minden az volt, hogy csak nézték, hogy hogyan működik a világ, és amikor tiszta az érzékelés, akkor csak látod, hogy a dolog hogy működik, és hogyha te a mikrokozmoszodban tudod, hogy működsz, akkor tudod, hogy működik a makrokozmosz, hogy ugyanazon az elven működik. Tavasz, nyár, ősztél, stb. Nem kell semmit kitalálni, minden ott van az orrunk előtt, csak mi nem látjuk. Ez jelenti látás, érzékelés, hogy másképpen látod a világot. Amikor kinyílik egy ilyen jellegű érzékelés, és másképpen tudsz ránézni dolgokra, akkor egyszerűen csak ott lesz minden a szemed előtt, az, ami másik szem előtt nincs, és számodra nyilvánvalóan látod, de a látó az nem azt jelenti, hogy szellemeket lát, meg mindenféle ilyen dolgokat lát, hanem teljesen más dolgot jelent. Vannak tisztán tudók, akik csak egyszerűen be van csatlakozva, jön egy kérdés, és bármikor megmondja rá a választ. Nem a memória halmazából vette elő, hanem be van csatolva. Ez lenne a szakrális királynak a szerepe a koronában. Igen? Melyik a természetes állapot az, amikor az ember látja és tudja, vagy pedig amikor már... Ezt most nem értettem. Melyik a természetes állapot? De milyen természetes állapot? A természetes állapot úgy gondolom, hogy elfogadhatjuk a teremtett világon, ugye? Abszolút. A teremtésben létre lett hozva egy rendszer. Igen. Ha belekerült a tudatos lény... Ez nem belekerült, akkor szerintem nem menjünk el ebbe az irányba, mert itt akkor kiülök veled a fűre, és még egy 3-4 órát beszélgetek veled erről. Az emberi társadalom... Szerintem ezt ne vigyük ebbe az irányba. Most szívesen beszélgetek veled, mert ez most itt a Béterről kéne nekem beszélnünk, ez a rállátásról. Belefér még kérdés, vagy majd most általában én vagyok az utolsó, ugye? Még lesz, akkor elnézést, mert én fals infót kaptam, azt mondta nekem a Józsi, hogy én vagyok az utolsó, szóval mehetünk. Nagyon elnézést kérek, ha valakit a téma érdekel, bárkivel leülök itt még beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, szépen. Még egyszer a weboldalra. Oké, bterv.net, tehát bterv1.net. Beérhetők Béterben ellátó közösségi oldal, akkor ott szeretettel várunk mindenkit, regisztráltok, nézzetek be, maradtok, ha nem. Jó? Örültem nektek. Nagyon szépen köszönjük. Mária országa, ti meg is kelj hátra, szolgálj!
Tessék!